egy olyan konferencia, ami az urbanisztika jövőjével foglalkozik, biztosan nem hagyhatja ki azt, hogy megszólítsa a közpolitikát, és felkérje arra, hogy mondja el a vízióját a urbanisztika jövőjéről. Ezért nagy szeretettel adnám át a szót Kolosa Józsefnek, az építészeti és építésügyi államtitkárság főosztályvezetőjének. Köszönöm. Kedves Ders, először hozzászólok, mert így megszemélyesíteni a szakpolitikát, ez még nem volt szerencsém. Köszönöm a lehetőséget, a súly már a vállamon van. Minden esetre sok szeretettel köszöntöm a hölgyeket és urakat, akik megjelentetek, a kollégákat és az érdeklődőket. And on behalf of Deputy State Secretary Zsolt Füleki, I'd like to greet you, Katie Jones from the UK's Embassy, Vice Ambassador. Thank you very much for being here and all the colleagues who share the knowledge with our colleagues today. If you don't mind, I continue, this time in Hungarian. Tehát a mai alkalommal arra gondoltam, hogy két főbb csomagban mondanám a mondókámat egy ilyen beszámoló jelleggel, hogy mit tettünk eddig, és a másik az, hogy milyen folyamatokat látunk a jövőre nézve. A kérdés, amit ez a konferencia felvállal, ez gigantikus, tehát hogy már az erőfeszítés is tiszteletre méltó. Nyilván csak kis szikrákat lehet elkapni ebből a nagyon nagy folyamatból. És azért, mert ez egy összefüggő, teljes mértékben komplex folyamat, illetve kérdéskör, ezért arra gondolok, hogy érdemes ezt szeletelni, érdemes valamifajta átfúrási tengelyek mentén szétszálazni a kérdést, és én azt gondoltam, hogy érdemes beszélni arról, hogy a nemzetközi és a hazai folyamatok, ezeknek a rövid felvillantása viszonya, aztán a szakemberek és az átlag magyar városlakók, a polgároknak a települési formálásával kapcsolatos kérdéskörökről, és ezt már természetesen magyar viszonylatban csak. És aztán érdemes beszélni a szaktudás és a szerepek megosztása tekintetében az állami és a professzionális szakmai, akár egyesületi, akár kamarai szerepek mentén. Az elsővel kezdeném, hogyan viszonyulunk a nemzetközi folyamatokhoz. Településfejlesztés, településügy szempontjából két korszakos lépést tett a nemzetközi széna ezen a téren. Egyrészt az amszterdami megállapodás, az amszterdami EU Urban Agenda aláírása, ami megtörtént, illetve szintén tavaly a Habitat 3 konferencia mentén a Quitóban elfogadásra került a New Urban Agenda, ami pedig egy ilyen világszintű általános irányelveket és célokat megfogalmazó nagy korszakos dokumentum. Korszakosról azért is érdemes beszélni, mert mind a kettő hát nem máról holnapra született, hanem aki ebben részt vett, az tudja, hogy ez évtizedek munkájának egy összefoglalása, tehát ez egy fontos pillanat. Magyarország részt vettünk ebben mind a kettő folyamatban, úgy a kidolgozás, mint a végső elfogadás, illetve a végső vitákban. Nekem is lehetőségem volt Quitóban ott lenni a Habitat 3 konferencián, és bár igazából itt egy kis kikacsintás, hogy a szervezés azért nem volt olyan tökéletes, mert például nem volt lehetőségünk elmondani a speechünket, csak felkerült a honlapra, de hogy azért igyekeztünk, és sokat hallgatóztunk, úgyhogy azt tudom mondani, hogy a magyar szempontok, amiket mi képviseltünk, ezek beleépültek ezekbe a dokumentumokba, és pedig volt olyan kérdés, hát nem nagyon kifejtve, de mondjuk ezt a politikai érintettségét a témának, de mondjuk a migrációval kapcsolatos szempontokat a végén már csak egyedül Magyarország képviselte, de kitartottunk, úgyhogy a dokumentum úgy alakult, hogy az a magyar érdekeknek megfelelő. Tehát ebben részt vettünk. Mind a kettő dokumentum komoly célokat tűz ki, és ezeknek a megvalósításában Magyarország, mondhatom, hogy elkötelezett. Tehát ezeket meg szeretnénk valósítani. Ugyanakkor az is látszik, hogy a szakmai kulturális különbségek mentén, és itt
az angol száz országoknak a behozhatatlan előnyére utalok, így a szemlélet tekintetében. Egészen más kultúrkörben kell nekünk ezt megvalósítani. Egy lokális valóság az egészen más, mint amit adott esetben egy nemzetközi konferencián hall az ember. És az egyik legfontosabb feladatunk e tekintetben, hogy hogyan fordítsuk le ezeket a nagyon nemes és ugyanakkor nem csak nemes, hanem effektív, életbe vágóan fontos szempontokat a magyar valóságra. Az amszterdami megállapodást követő munkacsoportok közül kettőben veszünk részt. Egyik a digitális átállás csoport, a másik pedig, ami pedig most fog indulni Máltán, az a climate change, a klímaváltozásos dolog. Ezt a kettőt tudtuk úgy fölvállalni, hogy várhatólag meg lesz hozzá az emberi erőforrásunk is, hogy részt veszegessünk rajta, és értelmes hozzászólásokkal segítsük a közös munkát. Az összes többi munkacsoport is nagyon érdekes és hasznos, azt egyszerűen már nem tudtuk tervbírásilag vállalni. A nemzetközi alapdokumentumok megszületése nyilvánvalóvá tette, hogy jó lenne Magyarországon is egy alapdokumentum, ami a településügyet valami úton, módon irányba próbálja forgatni, még azzal az alázatossággal is, hogy az az irány, abba az irányba, amit most iránynak látunk. Tehát nyilván ez változik, majd alakul, jön, megy. Ennek a tartalomjegyzékét állítottuk egyelőre elő, amiben a MUT is aktívan részt vett, amit köszönök szépen. Ez egy munkaanyagként államtitkári, miniszteri szinten bemutatásra került, és ami miatt nem látja a közönség ezt a tartalomjegyzéket, amit tartalommal, majd közös munkával ki fogunk tudni tölteni, az, hogy nyilvánvalóan egy kormányzati ciklus vége felé közeledünk, és igazából az nem egy udvarias mozzanat, hogyha így a vége felé mondunk nagy távlati policy-ket. Tehát az a mondás, hogy megvárjuk azt, hogy a kormányzat hogyan folytatja, vagy hogyan alakítja a munkáját a következő ciklus elején, és akkor támadunk, akkor jövünk elő ezzel a policy-vel, és akkor társadalmasítás, nagy viták, hozzászólás, tehát ami ahogy illik, tehát ez várható. Ennyit a nemzetközi magyar viszonyokról. Hát pontosabban nem csak ennyit, mert hogy azért egy mozzanatban egy nagyon erős nemzetközi sztenderdek felé elmozdulást föl tudunk mutatni, hála jó Istennek, és ez pedig a településkép védelméről szóló törvény, aminek nyilván van egy történetisége, amit most itt nem feszegetnék olyan szempontból, hogy túl hosszú lenne az előadás, de szívesen beszélek róla egyébként, hanem a lényegét mondanám, miszerint a szabályozásban, a magyar jogrendben egy teljesen bennem vett formátumot alkalmazunk, rengeteg szkeptikusunk is van, hozzáteszem, hála jó Istennek, mert így legalább van vita, nem unalmas az élet, amikor is azt mondjuk, hogy egy település arculati kézikönyv mentén, ami egyébként északír példákból eredezik, előre megmondjuk, hogy mi a szabály, de nem ültetünk rá hatóságot, hanem bízunk az önkéntes jogkövetésben. Ez így a magyar valóságban ez kérdőjeleket dobál, de összességében ez egy elkötelezett szándék, ez egy deklarált Lázár miniszter úrnak egy kifejezett határozott állítás, hogy a szabályt nem a szabályt megszegőkre kell kihegyezni, hanem olyan szabályokat kell csinálni, ami feltételezi, hogy azt be akarják és be is fogják tartani, és nyilván majd akkor kell őket nyakon csípni, hogyha esetleg mégse nem, de már nem az elején kell őket egy ilyen akadályugratásba kezdeni, ami mondjuk egy építési engedélyeztetés. Meglátjuk, hogy ez hogyan pörög ki, de a településkép védelmi törvény az egy komoly fókuszunk ebben a pillanatban, ahol ezúton is szeretném rögtön jelezni, hogy a urbanisztikai társaságnak és minden egyéb szervezetnek a komoly aktív segítségére nagyon sok szeretettel számítunk. Akkor mondanék egy másik tenget gyorsan, aztán átadom a szót, hogy a szakmaiság és a közérthetőségnek a tengelye. Magyarországon a településügyet, hát ilyen keretező szabályok
igazából, most konkrétan a 314/2012-esre gondolok, az korszakalkotó szabálynak gondoljuk. Egy nagyon jó szabály volt annak idején, amikor ez létrejött, csak és kizárólag szuperlatívuszokban tudok erről beszélni. Hogyha megnézem, hogy ezt hogyan értelmezik adott esetben országszerte, akkor meg föláll a hátunkon a szőr. Tehát azt lehet látni, hogy a szaktudásnak a helyi érvényesülése az komoly tennivalókat igényel, jelen pillanatban is, és ráadásul ezzel párhuzamosan a szabályozásunknak egy jelentős vonulata elmozdult egy elefántcsont irányába. Nem érthető az, hogy mit mond egy szabály, nem érthető, hogy mit mond a szakma. A településfejlesztés az ennek valahol a csúcsa ennek a dolognak ebben a pillanatban, holott a településfejlesztésnek abszolút közérthetőnek kellene lennie, hogyha az emberek, akik a település polgárai, hogyha nem értik, hogy miről van szó, nem érdeklődnek a településük iránt, akkor megette az egészet a fene, nincs az a praktika, taktika és forma gyakorlat, aminek a bemutatásával egy településfejlesztő eredményre tud jutni. Úgyhogy az a törekvésünk, és ez teljes mértékig elkötelezett ebben az egész csapat, hogy az összes olyan alkatrészt, az összes olyan még csak szavak szintjén, vagy kötőszavak szintjén minden olyan dolgot, ami nem érthető, azt azonnal ki kell kapálni a szabályokból, ki kell venni a szabályokból, és azt is meg kell vizsgálni, hogy egyáltalán szüksége van-e rá. Mert aztán olyan típusú túlszabályozások is vannak, amikor tényleg ember legyen a talpán, de minimum ELTE magyar tanártudomány kell hozzá, hogy értelmezze, hogy mi az a magyar mondat, ami le van írva. Úgyhogy, és ez aztán a helyi szabályoknál, helyi szabályozások szintjén, tehát most nem csak az állami szabályokról beszélek, hanem a helyi szabályok szintjén, ez meg aztán szürreális. Tehát a copy-paste-től kezdve az értelmetlen mambo-jambóig minden van. Tehát és ezt teljes mértékben, ezt teljesen helyre kell tenni. Az emberek nem értik, nem fogják betartani, nem is fog működni. Ez egy ilyen egyszerű dolog, és itt azért szeretnék utalni az előző tengelyre, hogy nehéz dolgunk van azért a nemzetközi trendekkel, mert a nemzetközi megfogalmazások is olyanok, hát nem tudom hányan voltak itt a jelenlevők között egy ilyen EU-s nagy összeülésen, tehát én minden alkalommal legalább 20 új szót tanulok, de úgy, hogy nincs így benne a szótárban. Tehát, hogy így keletkeznek szavak, és azt gondolom, hogy a szakma ilyenkor mindig rossz irányba halad. Tehát teljesen rossz irányba halad. Ami egy ilyen nyelvi finesz, vagy egy ilyen PhD értékű újdonság, amit bevezetünk, az a hadszíntéren, ott a településen, az maga a halál. Tehát az ott nem fog működni. És ilyen szempontból azért nagyon óvatosak is vagyunk, amikor így hozzászólunk, és mindig röviden próbálunk hozzászólni, és igyekszünk érthetően hozzászólni. Hát majd ez lassú vízpartot most azt gondoljuk, ez a taktikánk. Ez a szaktudás és a helyi. De ennek van egy másik vetülete. Ha megnézzük Magyarországot, a vidéken nincsen megfelelő számú szakember. Tehát nem csak arról beszélek, hogy aki van, az mennyire képzett, tehát ezt még csak föl se tegyük ezt a kérdést, hanem azt a kérdést, hogy létezik-e? Van olyan megye Magyarországon, ahol a területi kamara tagságában jelen pillanatban egy darab település rendező kollega van, minden tisztelet az övé, mert 70 pluszos a kollega, és még mindig bírja és csinálja. Azt gondolom, hogy ez nagyszerű, hősies, de biztos, hogy nem normális. És ráadásul ennek több problémája van, mert egyrészt az, hogy nincsen helyi tudás, az nem csak azt eredményezi, hogy nincs kihez fordulni egy településnek, amikor problémája van, hanem rögtön jön a megoldás, hát mindenki megoldásból él, megbíznak valami máshonnan jövő vadidegent, aki leszállítja az anyagot, oda tolja, mint a nyuszi a tojást, azt elmegy. De amikor a kinder tojást kibontják, akkor megnézzük, hogy mi van benne, és meglepődünk sokszor, mert nem feltétlenül az, amit a helyiek kértek volna, vagy szeretnének. Szakterületi sajátosság a településügynek, hogy a felelősség nem feltétlenül kimutatható azonnal. Egy település rendezésben még csak-csak, mondjuk egy 2-3 éven belül kiderül, hogyha valaki rossz helyre húzigálta a vonalakat, meg rosszul sorolta be az övezeteket, meg esetleg túlszabályozta az ökörszemablakok arányát is,
De a településfejlesztésnél mondja meg nekem valaki, hogy most az a dokumentum jó-e vagy nem-e? Hát 20 év múlva visszanézünk, hogy hova kellett volna kanyarodni, hát kész, már nem is él a kollega. Tehát, hogy ez így nem oké. Tehát az egy nagyon komoly, megoldandó probléma, hogy hogyan lehet kitapintani a településfejlesztésnek a felelősségét, hogy létezik-e egyáltalán standard, amihez mérni lehet, kell-e jogosultság hozzá, hogy egyáltalán szűrjük a dolgot, települési szinten Magyarországon pontosan tudható településfejlesztési dokumentumot az ír, akinek egy, akinek muszáj, kettő, aki ráér. Ez a kettő van. És általában azt tapasztalom, hogy vagy az óvodavezetők, vagy a magyar tanárok érnek rá. Ők csinálják, ők a mi szakember partnereink ebben a pillanatban. Tehát azért, mielőtt elrugaszkodunk a Smart Village irányába, azelőtt azért nézzük meg, hogy hogyan van ez a szakember gárda. Úgyhogy most a problémákon lehet persze így nekem könnyű élszelődni, persze tök nem könnyű, mert ez a napi munkám, de hogy összességében a megoldást abban látjuk, hogy kellenek olyan feladatok, ami helyhez köti a helyi kamarai tagságból, úgymond ismét piaci alapon vonzóvá teszi a helyi munkavégzést. A településkép védelmi törvénynek van egy ilyen missziója is. Erről majd tudok bővebben mesélni, mert ingyenes képzéseket tartunk egész márciusban, és valószínűleg most már áprilisban is a jelentkezési mutatók alapján, de hogy az látszik, hogy ha van feladat, és ezt koordinálja mondjuk egy helyi területi kamara, akkor van helyi szakember, és van helyi kapcsolat polgármester szakember között, és elindul a párbeszéd, amire sok mindent lehet építeni. Szerintem bőven túlléptem mindent. Lassan, úgyhogy elnézést, de nem tudom, hogy van-e olyan témakör, gyorsan végig gondolom a jegyzeteimet. Igen, hogy mi várható. Tehát, hogy most van a településkép védelmi törvénynek a végrehajtása, ez egy aktuális fókuszunk. A másik aktuális fókuszunk, hogy a területrendezési terveket gatyába rázzuk. 2017 év végére vállaltuk ezt, digitális alaptérképen. Szeretnénk végre a középkorból elmozdulni az újkorba. Az a világ, amikor egy papír alapú térképen, egy húzott vonalnak a vastagsága helyi szinten, területi négyzetméter értelemmel bír, ennek vége kell legyen. Jelen pillanatban a területrendezési tervek, amikben a magyar állam legfontosabb érdekei manifesztálódnak, nem kompatibilisek a települési tervekkel. Nem koordinált alapúak, semmiképpen nem 3D-sek, de még csak az sincs meg, hogy a földhivatali térképpel pariba lehetne hozni. Települési tervezőknek aktuális feladata, hogy arra azon meditálnak, hogy mire gondolt a jogalkotó, amikor ez a nagy vastag vonal így átment, Isten tudja hány telken. Ezt nem lehet. Ez nem egy 21. századi helyzet, de higgyék el, nagyon nehéz. Tehát, és nem csak az, hogy most mennyibe kerül egy alaptérkép, országos költségvetéshez képest ez nulla, sóhaj, hanem a gondolkodást átvezetni, a szakmabeliek, a társtárcáknak, a különböző szakpolitikákért felelős szakembereknek a gondolkodását átformálni. Hogy igen, most meg kéne mondani, igen, koordinátákkal, igen, nem 200 négyzetkilométeres egységekben gondolkodunk, hanem most már kicsit finomabb a felbontás, mondjuk Ultra HD. Tehát ezeket nagyon nehéz átvezetni, és valószínűleg elsőről nem is sikerül, de azt szeretnénk, hogy legalább a digitális átállás ez megtörténjen, tehát a maga a tény meglegyen. Másik hasonló szempontunk a szinkronitásnak a megteremtése. Magyarországon 3 törvény foglalkozik területi érvénnyel. Egyik az országos területrendezési terv, a Balaton kiemelt üdülőkörzet terve és az agglomerációs törvény, agglomerációs terv. Ezeknek a készítésének az időperiódusa eltér. Olyan, mintha egy ilyen aszinkronban működő motor dugattyúkról beszélnénk. És láthatólag az átmeneti rendelkezésekbe fullad bele mindenki. Azt szeretnénk, hogyha ez egy időben történne, egyszerre kerülne felülvizsgálattal, ad abszurdum a területfejlesztéssel összhangban, amikor ők felülvizsgálják, utána rögtön a rendezés lekövesse ezeket a megállapításokat, és ráadásul a megyéket is arra kérjük, hogy ők is velünk szinkronban vizsgálják felül az összes területi tervet.
Erre sikerült elérni, hogy egy valószínűleg egy teljes finanszírozás rendelkezésre áll, ami nem nagyon volt azért Magyarország történetében, hogy az összes területi tervet az állam egy időben egyszerre megfinanszíroz a digitális alapokon. Hogyha ez megvan, akkor tudunk ráfordulni a települési helyzetekre, ahol szintén azon dolgozunk. Lázár miniszter úr több helyen, több momentumban beígérte, elígérte, illetve hát a Lechner Tudásközpont vezérigazgatójának, a Ridl Miklósnak a szájából is kényszerítődött a mondat, hogy március 2018 márciusától ingyenes lesz a településeknek a digitális alaptérkép, úgyhogy ezen is dolgozunk, pont azért, hogy a kis településeket ne terhelje meg az, hogy egy számára fontos, meghatározó adatcsomagot egyszerűen megkapjon. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy ha ezt a pénzügyi vonulatot jelentősen tudjuk vékonyítani a települések számára, akkor várhatóan a hajlandóság, a nyitottság is nagyobb lesz, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzanak. Ha a településképvédelmi törvény kapcsán ki tud alakulni egy szakmai párbeszéd, helyi kamara, helyi szakember, helyi önkormányzat között, erre ráépítve talán a települési tervek is egy helyi megoldásban tudnak már jobban születni. És akkor még tudnék sokat mesélni erre a dologról, de főleg ezek az irányaink, és természetesen, ahogy mondta Ders, hogy ha valaki csak a lába elé néz, akkor a falnak megy, hogyha meg valaki nagyon messzire néz, akkor meg fölbukik a cipőfűzőjében, hát mi mindenfele nézünk. Tehát, hogy én azt szeretném jelezni, hogy így, de nem csak előre, hanem hátra is. Tehát, hogy egy ilyen össze-vissza forgó nézőpontot képviselünk, és tényleg azon dolgozik a csapat praktikusan éjjel-nappal, hogy elkötelezett kis csapat, hogy tényleg előre vigyük ezt az ügyet. Köszönöm a figyelmet, és hogyha bármilyen olyan segítséget tudunk fölmutatni, vagy biztosítani, ami előre visz hasznos dolgokat, akkor ezt nagyon sok szeretettel megtesszük.